estét! Mutassa nekem, hogy a Mikulás hol dolgozik. A Mikulás itt dolgozik. Itt a rendetlenség van. Ez az asztalom, mindenféle kütyük. Ez egy elrontott fogsor. Mit készít itt a Mikulás? Fogsorokat. Fogsorokat, ilyen. Fogsort, meg ilyet, meg ilyet. Hát ez egy félkészen. Hát most nem sok van, mert karácsony előtt már nem vállalnak. Mesélj nekem egy kicsit arról, hogy kezdődött a hát, Mikulás járás. 1992-ben megalakult újra a legényetlet utódja a Kolpink Egyesület néven, és annak a kőbányai részlege most alakult meg, illetve 92-ben, és én lettem az elnöke, és akkor jött az az ötlet, hogy Mikulás ünnepséget kellene rendezni. Hát ez a Kolpink Egyesület 1857-ben egy pap alakított, a Kolpink Vadolf alapított a Németországba, akkor csak férfiak, iparos legények lehettek a tagja, és ez tulajdonképpen szórászkozás közben oktatott, és 1853-ban alakult meg Magyarországon. És hát mi minden diktatúrának útba volt, tehát betiltották a nyilasok, utána a kommunisták, és a rendszerváltás után úgy alakult Magyarországon, és hát ebbe itt egy közösség jött létre, ez úgy működik, hogy a plébániák mellett. És akkor jött ez az ötlet, hogy Mikulás ünnepséget kellene rendezni, és először, hát tulajdonképpen az én családom kezdeményezte, aztán a hittanosok bekapcsolódtak, a gyerekeink most már unokáink. Először nekünk volt egy kombi Volgánk, piros, annak a tetejére tettünk egy fotelt, és ott ültem, és úgy mentünk a templomba, ott egy órát beszélgettem a gyerekekkel, csomagot osztottunk, és utána átmentünk a Gizella elfekvőbe, ott meglátogattuk a betegeket, és nekik is vittünk csomagot, és utána körbe jártunk Kőbányán. Ez így kezdődött. Hogy ön lett a Mikulás? Hát meg nekem volt szakállam. Fehér szakállam, és szeptembertől nem vágtam, és ezáltal hosszabb lett, és így nem kellett álcázni. Mit elevenít fel ez a Mikulás járás? Ez az eredeti eleveníti föl,
Szent Miklós Kis-Ázsiában volt püspök, és hát a történetet mindenki ismeri, hogy egy három lányt szülei arra biztattak, hogy menjenek el üzletszeren árulni a testüket, és bedobott a még Szent Miklós püspök egy aranyat, illetve csomó aranyat, és amikor beváltották, akkor úgy bukott le, hogy beváltotta a szülők a aranyművesnél, és ő megismerte azt a pénzt, amit a Szent Miklósnak adott, és hát így, és ebből a 13. 14. században akkor kezdődött ez a Mikulás ajándék. És milyen érzés az, hogy most generációkon átívelően marad meg ez a családban is? Hát tulajdonképpen ez úgy elevenedett föl, mert elhalt különböző okok miatt, és hát nagyon röstelem, de nem voltam eléggé határozott, és nem találtam megoldást a tovább folytatásra, mert különböző problémák merültek föl. De most a koronavírus miatt volt a tulajdonképpen az önkormányzatnak az ötlete, hogy ezt fel kéne eleveníteni. És hát így megkérdezték, hogy megvannak-e a felszerelések, és hajlandók-e vagyunk-e megcsinálni ezt, és mi készséggel. Hát tulajdonképpen az egyik gyermekem, akik részt vettek ebbe, annak a gyermekei, hát 5-en vagy 8-an készítették fel a kocsit. A kocsit, a szánt tulajdonképpen, és akkor szombat és vasárnap 4-től 7:30-ig körbejártunk. Jövőre vállalja, hogyha lesz? Igen. Igen. Sőt, én azt mondtam, hogy gyerekeknek is, meg az önkormányzati képviselőnek, hogy ezt föl kell elevenni, és minden évben meg kell csinálni. When you're sleeping, he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Yes, he's on his way. He's got toys all over the sleigh. Santa, he's coming to town. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy-up, 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 let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow.
giddy-up, 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 it's grand, just holding your hand. Akkor kihúzok egy Gábor Zsanett. We've snuggled close together like two birds of a feather would be. Let's take that gold before us and sing a chorus. Hát Soppanyal Csaj, Ferenc Márta. There's a birthday party at the home of Farmer Gray. It'll be the perfect ending of a perfect day. We'll be singing a song. Deszkovics Ágnes. Stop at the fireplace where we'll watch the chestnuts pop. Pop, pop, pop. There's a happy feeling nothing in the world can buy. Marietta Sinka. It'll nearly be like a picture print by Career and Ives. These wonderful things are the things we remember all through our lives. Ez most egy fiú, István Szomodi. Somodi. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Köszönjük szépen! Csokolom. És jövőre akkor? Igyekszünk. Giddy-up, 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 let's go, let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy-up, 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 it's grand, just holding your hand. We're gliding along with the song of a wintry fairyland. Nice and rosy and comfy, cozy are we. We've snuggled close together like two birds of a feather would be. Let's take that boat before us and sing a chorus of two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Lovely weather for a sleigh ride together with you.